Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Sóstói Stadionból, hölgyeim és uraim, Székesfehérvárról, ahol rövidesen kezdődik a videótól. FTC összecsapás és Dragoner Attila engem speciál rögtön kíváncsivá tett, mert ugye a sok gólos mérkőzés miatt, mert például ugye a videóton eddig 10 rúgott gól alá 9 forduló után, és ezzel Holt versenyben csak a 10. legjobb csapat az NB1-ben, a Fradi pedig 12 rúgott gól alá, úgyhogy hát mind a két csapatban benne van azért a lehetőség természetesen, szóval azért klassz lenne, hogyha ez egy sok gólos meccs lenne, de hát azért az is benne van a pakliban, hogy egy küzdelmes mérkőzésen egy gól dönts el ezt az összecsapást. Hát legyen igaz Attilának, legyen egy sok gólos parázs összecsapás. Fehérben érkezik a Ferencváros csapata, és hát Fehérben érkezik a videóton is, de ők aztán végül nem Fehérben fognak majd játszani. Csak azért van minden videóton játékos a fehér mez, mert mindannyiuk Stopira 22-es számú mezét viseli. Ugye ők a Sporting Lisszabon ellen Stopira eltörte a lábát, sípcsontörés szenvedett, és pénteken meg is kellett operálni. Úgyhogy rá most egy jó darabig nem számíthatnak. Fehérváron pedig abszolút bejátszotta magát a csapatba, és nyilvánvalóan ezzel a gesztussal neki kívánnak a csapattársak gyógyulást, és szimpatikus sportszerű gesztus a fehérváriaktól, de aztán ők majd piros-kékben fognak játszani a mérkőzésen. Mind a két edző nehéz mérkőzésre számít. Ricardo Moniz azt mondta, hogy nem szeretnének beleszaladni a késbe, nem szeretnének úgy járni, mint a Sporting Lisszabon, és nagyon sok múlik majd azon, hogy hol fogják fölvenni majd a védekezést, hol kezdenek majd védekezni. Persze nyilván azon is múlik a dolog, hogy ezt hogy fogja rákényszeríteni a videóton csapata. Minden esetre ugye láttuk azt, hogy a Vidi a nemzetközi találkozókon elsősorban ugye kontrafutballt játszik, itthon azonban nem nagyon lehet kontrafutballt játszania, sokkal inkább ellene játszanak a csapatok kontrafutballt, mint például a Győr is, ahol Paulo Sousának nem is ízlett nagyon a Győr játék, az a fajta játék, amit egyébként ő is játszott a csapatával. Szóval ez nagyon nagy kérdés lesz, és hát az is, hogy mennyire meri majd a Fradi kidugni az orrát ebből a bunkervédekezésből. Az is kérdés volt, és nagyon nem kell csalódni, ugye, hogy a videótonnál számítani lehetett arra, hogy fáradtak lesznek a játékosok, hiszen csütörtökön volt a Sporting elleni mérkőzés, de hát még Moniz is azt mondta, hogy hát lehet, hogy fáradtak lesznek, de nagyon nagy a keret, úgyhogy biztos, hogy tudják majd forgatni a játékosokat. 22 játékos lépett eddig bajnokira pályán a videótonban, és 21-en közülük voltak már kezdőjátékosok, és most is erről beszélhetünk, hiszen a Sporting elleni kezdőhöz képest mindössze 5-en vannak most is ott a kezdő csapatban. Bozsovic, Prácsi, Caneira, Vinicius és Tóth. Sőt, igen, ők öten vannak ott. Mitrovic, Oliveira, Sándor, Nikolic, Cserék, ugye Stopira nem játszott, Walter Lee pedig még a padon sem kapott lehetőséget. De a Győr elleni csapathoz képest is 8-an vannak most ott a kezdőben, és mielőtt elkezdődik az összecsapás, sajnos egy gyászszünettel kell kezdjünk. Göde Imre, aki a videóton egyik törzsszurkolója volt, szeptember végén 66 éves korában hunyt el, ráemlékezünk. Valaki bekiabált valamit, de fejhallgatóval a fejemben nem értettem, hogy mit mondott. Nem illik minden esetre. A Ferencváros összeállítását láthatjuk a képen. Igazából két érdekesség van benne. Az, hogy Perics és Orosz a legutóbbi kezdőhöz képest nincs a pályán. Ionescu, illetőleg Jenner kapott lehetőséget. Főleg Ionescu játéka érdekes, aki mindössze eddig 10 percet játszott egyetlen mérkőzésen. Négyszer ült a kispadon, szóval ő ott van a kezdőben, és Jenner a másik, aki lehetőséget kapott, Orosz, és hát úgy mondhatnánk, hogy tulajdonképpen Perics maradt ki ebből a csapatból, de a többiek Jova, Alempijevics, Besics, Klein, Schwab, Gyömbér, Józsi, Böde és Szomália a csapatban léte, az tulajdonképpen jogos. A kezdő rugást Gáspár Dénes Erika, tehát egy hölgy végzi el, aki a férjétől kapta ezt a lehetőséget, csodálatosan meg is oldotta. Itt a videóton összeállítása, ahogy látható, tehát olyan nevek a csapatban, akik keveset vagy szoktak játszani, vagy nem feltétlen mindig, bár ahogy említettem a videótonnál, nagyon komoly keretet rotálnak, és mindössze
két olyan játékos van, Bozsovics és Kovács, akik minden meccsen játszottak. Bozsovics végigjátszotta az összes meccset, Kovács 9 mérkőzésen háromszor becserélték és egyszer lecserélték, tehát ő csak 584 percet játszott a lehetséges 810-ből, és nincs több ilyen játékos, szemben a Fradi valahol 6 játékos van, aki eddig mind a 9 bajnoki összecsapáson szerepelt. A Videóton kezdi a játékot, tehát piros-kékben Tóth Balázs, a csapatkapitány ezen a mérkőzésen. És hát nagyon-nagyon fontos ez a mérkőzés, mind a két csapatnak a Videóton pillanatnyilag 8 ponttal van elmaradva a listavezető Győrtől, tehát hogyha versenyben akarnak maradni a bajnokságban is, akkor muszáj hazai pályán győzelmet szerezni. Ha nyernek, akkor volt versenyben a harmadik helyen utolérik az MTK-t, nyilván itt a gólkülönbség kérdése az még játszik, de hát azért nagyon messze van még a vége, a lényeg az, hogy pontban utolérik az MTK-t, vagy utolérhetik az MTK-t. Eddig 9 mérkőzésen 15 pontot gyűjtött a Videóton, 4 győzelem, 3 döntetlen, 2 vereség, és mindössze 10-7-es gólkülönbség, ahogy említettem. Ez a 10 rugott gól 9 meccsen, ez ugye csak a 10. legjobb, viszont a Debrecennel holt versenyben elsők a kapott gólok tekintetében, 7 gólt kapott mind a két csapat 9 mérkőzésen, ugye a Debrecen ma még játszik a Siófok ellen idegenben. A másik oldalon a Fradi a 7. helyről várja 13 ponttal ezt a mérkőzést, 3 győzelem, 4 döntetlen, 2 vereség, 12-9-es gólkülönbség. Ha döntetlen vagy kikap a Fradi, akkor marad a 7., illetőleg hogy a marad a pontazonosság az Újpesttel, úgyhogy a gólkülönbség szintén érdekes lehet esetleg, viszont ha nyer a Ferencváros, akkor feljöhet az 5. helyre a bajnokságban. Az utolsó meccsét ugye nyerte a Fradi hazai pályán a Diósgyőr ellen, a haladás elleni kupa kudarc, kupa kiesés után, és a Siófokon is egy 0-0-át játszottak, a Videóton pedig ugye a Sporting legyőzés előtt 1-1-et játszott Pakson, és hazai pályán kikaptak 1-0-ra Győrbe. Tehát mind a két csapatra igaz az egyébként, hogy hát hullámzó a teljesítmény, és összességében azért talán mind a két csapatról elmondható, hogy akadnak gondok a helyzet kihasználással. De ha igaza lesz Dragoder Attilának, akkor annak gondolom mi semleges nézők egészen biztosan örülni fogunk, működni fog a helyzetkihasználás, és sok gólt látunk. Szomália szerez labdát a Ferencvárosnál, csak nem sikerül az akciót befejezni, Viniciusba sikerült belelőnie a labdát Ionescu-nak. Kérdés, hogy Ionescu hogy fog tudni illeszkedni a csapatban, nála van a labda, Ionescu emel be középre, nem volt igazán acélos megoldás. Marad a Ferencvárosnál a labda. Szokás szerint nagy Fradi tábor, viszont talán meglepetés, hogy a Sporting elleni diadalt követően, hát most talán még félház sincs a stadionban. Lényegesen kisebb a Videóton szurkoló tábora, mármint a bizonyos kemény mag, mint a Ferencvárosé. Totál képeken látszik, hogy szemben mennyire foghíjasak a sorok, és alattunk a főlelátón sincs bőven minden hely megtöltve. Iványi játékvezető intézkedik gyorsan, mielőtt komolyabb baj történne, Besicset kell rendre utasítani, alaposan lemaradt Paraibáról. Bracsi. Minden ferencvárosi a saját tér felén. Négy védő, két védekező középpályás. Besics fut versenyt, Besics. Nem tudta a pályán tartani a labdát, Szomália érkezett, de már csak az oldalvonalon kívül ért el a labdát. Vinicius. Caneira. Kibrácsinak oldalra. Behúzódik a Ferencváros, gyakorlatilag a saját térfelére. Ionescu az, aki most egy picit átlóg a Vidi játékterére, Böde zavar, egy előre vágott labda, ez túl hosszú, Jova mutatja, hogy nincs gond, ez az enyém fiúk, ne aggódjatok. Paulo Sousa azt mondta, hogy örül neki, hogy a Fradi egyre jobb formában van, mert ez mindenféleképpen jó a magyar labdarúgásnak, nehéz mérkőzésre számít a Ferencváros ellen. De nagyon fontosnak érzi, hogy a három pontot begyűjtse a csapata. Egy szép labdaszerzés. Haraszti Zsolt 88-assal a pályán. Egy fiatal tehetséges játékos, akit korábban kölcsön adtak, ugye Paksra is.
eddig nem kapott túl sok lehetőséget, illetőleg kapott lehetőséget, azt nem lehet mondani, hogy nem, hiszen 307 percet játszott, 5 mérkőzésen szerepelt a 9-ből, igaz, mind az 5-ször kezdő volt, de az is igaz, hogy mind az 5-ször lecserélték. Szomália tekeri be a labdát, az kezezés volt! Kaneira kézzel ütött a labdába, 11-es. És még sárga lap is szándékos kezezésért. Nem lehet rá pirosat adni, ugye piros akkor lenne, hogyha egyértelmű gólhelyzetet akadályozott volna meg, erről nem volt szó. De hát egyértelmű kezezés volt, Paulo Sousa bosszankodik, nézzük csak. Caneira, egyértelmű szándékos kezezés. Nincs, és na, hát mindenhonnan látszott, még Agárdról is egyértelmű kezezés. 6. percben 11-eshez jut a Ferencváros. Józsi a labda mögött. Józsi tehát, és vezet a Ferencváros a 6. percben. Rögtön egy fontos dramaturgiai pont a mérkőzésen. Caneira azt hiszem egyébként, hogy butaságot csinált, mert akkor a bajnak nem látszott. Klein reklamál, hogy miért nem pirosat adott Iványi, szerintem nem lehetett erre pirosat adni, de hiszen pont, szerintem pont ezért volt butaság, mert nem volt egyértelmű, hogy gólhelyzetet akadályoz meg. De így nehéz helyzetben a videóton, hiszen rögtön a mérkőzés elején hátrányba kerülnek. Józsi a gólszerző, vezet tehát a Fradi. Egy gyors ellenakció a másik oldalon, jobb a lábáról pattan a labda, szöglet. Közben kollégáim jelzik, hogy valamilyen műhold probléma volt, és ugyan én itt a helyszínen nem érzékeltem, de hogy önöknél technikai probléma volt, elnézést kérünk érte. Itt a belőtt labda, jobb a lábbal véd, és a kipattanó labdát kisodorják. Az első szöglet a mérkőzésen. Középre érkezik a labda, Caneira! Kicsit megtámasztották a levegőben, Caneira fejese épp hogy mellé ment. Jova vagy nagyon higgadt, vagy tőle ez gól lett volna. Nézzük csak meg, ott jön Caneira középen. Közel volt ahhoz Paulo Sousa csapata, hogy rögtön egyenlítsen. Józsi jön hátra és kéri el a labdát. Klein. Legutóbb áprilisban találkozott a két csapat, akkor itt Fehérváron 2-0-ra győzött a Videoton, de a tavalyi bajnokságban október 2-án a Videoton az Üllői úton is nyerni tudott 1-0-ra, tehát tavaly kétszer is megverték őket, sőt 2011 márciusában 5-0-ra győzött a Videoton az Üllői úton. A Fradi utoljára 2010 augusztusában tudott pontot lopni a Videotontól, akkor itt Fehérváron játszottak 1-1-et. Haraszti robog, ott marad alatt a labda, a lába alatt a labda, Haraszti húz befelé, rossz az átadása. Sikerül azonban visszaszerezni a labdát Paraibának. Paraiba meglehetősen agilisan kezdi a mérkőzést. Klein vágja ki a labdát, nem volt ott piros mezes. Vinicius. Vaktában vissza, nem lett jó. Renato Nétóval szemben a szabálytalanság. Videóton szabadrúgás. Tóth Balázs kéri el. És megvárja, hogy a többiek fölhelyezkedjenek. Jó, a magyaráz, kér egy kéttagú sorfalat. Jó, 35-36 méterre a szabadrúgás. Tóth Balázs tehát. Meglövi keményen, pont oda jön Jovához, ugye a legfelé csapódik a labda, de hát ezt egy kapusnak hárítania kell. Mindez a 10. perc történése.
talán abban bízott Tóth, hogy esetleg valaki bele tud érni, meg tud pattanni a labda, és akkor be tudja csapni a kapust, ez azonban nem történt meg. Jobba szépen nyúlt le a labdáért. Jova Levent egyébként az egyetlen a Ferencvárosban, aki minden meccsen játszott, hasonló a kolléga helyzetéhez, ugye Bozsovicséhoz, a két kapus, két csapatban az egyetlen ember, aki minden meccsen játszott végig. Tóth Balázs tovább csúsztatja Harasztinak. Haraszti. Nem sikerült a csel és a lövés sem. Szomália. Rossz labda kezelés, dobhat a videóton. Vinicius. Kitámad most a Ferencváros, Ionescu. Egészen hátra Bozsovicshoz. Ő meg nem lacafacázik. Neto. Egyelőre inkább csak hátrafelé játszik jól a videóton. Az meg nem igazán eredményes futball. Nem lesz könnyű dolga ugye a hazai csapatnak, hiszen ugye Paulo Sousa nyilván a nemzetközi szerep miatt elsősorban ugye ezt a szigorú védekezésből indított kontrajátékot tanítja a csapatának, és mint láttuk a Sporting ellen ez tökéletesen is tud működni, bár ugye az első Európa Liga mérkőzésen ott nem sikerült, de a Sporting ellen abszolút jól működött, de hát ugye itt a hazai bajnokságban a videót annak számítania kell rá, hogy Fehérváron ezzel a taktikával nem nagyon lehet meccset nyerni, föl kell vállalni az agresszív támadó futballt, főleg úgy, hogy a csapat rögtön az elején hátrányba kerül. De indít. Schwab ment el a bal oldalon, de nem kapta a labdát. Tóth Balázsról pattal le a lövés, Haraszti, illetve nem, Kovács volt az, bocsánat. Kovács István került, Gyömbér is besárgul. Kovács amúgy a fizikai erejével nyeri meg a párharcokat, sokkal inkább az ügyességével, a gyorsaságával. De hát, hogyha egy ilyen gyömbér méretű ember ránő a hátára, akkor neki nincs könnyű dolga. Itt van a 11-es szituáció, még egyszer, hát egyértelmű kezezés volt. Nem is értem, hogy Caneira hogy bízott abban, hogy ezt nem fogja észrevenni a játékvezető. És aztán Józsi értékesítette a 11-est. Gyurcsó hátrafelé, Caneira. Paraiba ügyesen fordul le, de aztán jött a segítség, Alen Pjevic. Alen Pjevic vissza középre, Kovács támad le, ott nem jó gurigázni hátul. Alapszabály, Vinicius húzza vissza. Neto és Haraszti nem értették meg egymást. Böde a közeli képen. Böde egyike azoknak a Fradi játékosoknak. Nem, rosszat mondtam az előbb, bocsánatot kérek. Jován kívül Böde is végigjátszotta az összes mérkőzést. Schwab, Józsi, Gyömbér és Csukics még azok, akik minden meccsen játszottak, eddig ők nem játszották végig ezeket a meccseket. Csukics ugye most nincs a kezdőben, Schwab, Józsi és Gyömbér ott vannak most is. Gyömbér. Újra nála a labda, Tóth Balázs támadja le, hátra kényszeríti a Ferencvárost, Klein. Alen Pjevic tovább, Szomália. Szomália. Nem értették meg egymást Alen Pjeviccsel. Neto fordul meg szépen. Jó a szerelés, mehet tovább a játék. Alen Pjevics mutatja Iványi, hogy keljenek föl. Annyira mindenki a fekvő játékos, meg a játékvezetőt nézte, hogy Tóth közben szerelni tudott. Kovács a labdával. Tóth Balázs, rossz labda átvétel, de még megmenti. Bracsi a másik oldalon. Tóth visszarendeződött a Ferencváros.
Haraszti hátra, és csak egészen hátra. Nétó. Még mindig a saját tér felén a videóton. Vinicius. Hector Sánchez. Túl az első negyed órán. Ferencvárosi előny tehát. Hosszú volt ez a labda Kovácsnak. Jóval lépett ki Klein, kísérte a labdát haza. Besics. Józsi kérte el a labdát. Alempievics. Fradinak egyelőre nem sietős. Klein. Józsi. Alempievics elég mélyen visszahúzódik a kapuj elé a videóton. Alempievics. Fradi viszont nem kockáztat. Nem húzódnak előre. Röde nagyon egyedül volt, nem sikerült megjátszani őt. Újra csak hátul jár a labda a videótonnál. Jova érkezik, Besics hagyja neki. A videótonban kell bíznunk, hogyha jobb meccset akarunk látni, hogy tudnak egy kicsit emelni a tempón. A Fradinak nyilván nem lesz sietős. A Fradinak ez a mostani játék tökéletesen megfelel. Nem tud a videóton veszélyt kialakítani. A mezőnyben zajlik a játék. Sokszor a védők passzolgatnak a hazai csapatnál. A Ferencváros számára ez tökéletes. Jenner. Visszacsavarodik még a labda. Nem volt kint, nézem az asszisztenst. De Bozsovicsnak ez könnyű zsákmány volt. Nétó. Most kéne gyorsan indulniuk, hogyha valamit akarnak, mert egy kicsit fellazult a Fradi. Kovács. Nem tudta áthámozni magát Gyömbér Gáboron. Csak bedobás. Szomália. Szomália. Kiről ment ki? Dobhat a videótom. Caneira. Jó. Nétó. És újra csak Hector Sánchez. Nétó. Sándor Györgyöt elküldte Paulo Sousa melegíteni. Sándor Mitrovics, Oliveira, Nikolic és Szolnoki a cserék a videótonnál. Otten, Máté, Busai, Grúz, Csukics és Orosz a másik oldalon. Természetesen a cserekapusokon kívül. Nétó sántikál, lehet, hogy azért is ment Sándor György, nem mintha Nétó eddig olyan nagyszerűen játszott volna. Bár hát nyilván azért a türelem tovább kell, hogy tartson 18 percnél, de tény az, hogy Nétó egy kicsit sántikál. Lehet, hogy ezért kényszerül cserére a videóton. Ionescu. Ionescu lövi be a labdát, Bozsovics, Szomália elhozza Bozsovics elől, csak túl hosszan és így megúszta egyelőre a videóton. Szomália, ott a visszagurított labda, Józsi, Tóth Balázs, ez is kezezés gyanús volt, de Tóth Balázs keze le volt szorítva. Mit csinált Bozsovics? Nyilván megnézhetjük majd még egyszer, ha lesz rá időd, egyelőre hagyjuk, hogy az akció befejeződjön. Ott a labda középen, és szöglet, az első ferencvárosi szöglet. Iványi határozott volt, és most elmagyarázza, hogy ő mit látott, nézzük csak. Hát... Igen. Hát... Nem tudom, hogy más szögből meg tudjuk-e mutatni, vagy sem, de ez erősen necces volt. Első Fradi szöglet. Bozsovics kioklözi a labdát középre, szerencsére nem tudták egyből visszalőni, csak most jön a lövés. Ez már nem volt nehéz Bozsovicsnak, és rohan ki, hogy indítson. De a kirúgás pillanatában elcsúszik. Bozsovics túl az, hogy remek kapus.
Nagyon sok bizonytalanság van a játékában. Besics rúgta vissza egyébként a labdát. Sokat tartják úgy, hogyha a Videotonnak nagy tervei vannak, akkor egy biztosabb jobb kapusra lenne szüksége. Esetre Paula Sosa töretlenül bízik Bozsovicsban. Alepievics, Szomália. Esetre egyelőre a Ferencváros kezében a mérkőzés, még akkor is a Videotonnál talán többet volt a labda, de még ez sem biztos, hogy olyan nagyon sokkal. A Fradi taktikusan, okosan játszik, jól védekezik, arról nem is beszélve, hogy vezetnek, ugye. Bozsovics jön, nem megy ki a labda. Bracsi. Sándor György érkezik vissza a kispadhoz. Csere lesz valóban. A Vidi Druckerek egy része, de a Fradinál a labda. Valóban Renato Neto jön majd le, és Mitrovic érkezik. Sándor melegített, de az ő száma 11-es, 14-es világít a negyedik játékvezető kis tábláján, tehát inkább az Mitrovic száma. Pedig inkább támadó futball kéne a Videotontól, kreatív futball, amit mire Sándor alkalmasabb. Hiszen Mitrovic inkább védekezőbb jellegű mindenféleképpen. Ügyes passz, Neto. Ez viszont már egy rossz átadás. Haraszti átment a másik oldalra, helyet cserélt egy Gyurcsóval, és valóban Mitrovic érkezik 14-essel. Böde. Mehet tovább, nem, de fújt a játékvezető, csak nem volt egyértelmű, a sípot nem lehetett hallani. Böde huppant fenékre. Kovács a közeli képen. Egy túl hosszú indítás. Ez Bozsovicsé. Valóban Mitrovic érkezik majd, most már egészen egyértelmű, mert ő áll ott az oldalvonal mentén. Caneira. Félidő felénél járunk, Józsi 11-es góljával vezet a Ferencváros. Nem tudta Tóth Balázs visszaszerezni a labdát. Böde nagy lendülettel. Keresztlabda Szomália felé. Vinicius és Hector Sánchez együttes erővel megoldották. Paraiba. Szabadrugás. Besics volt szabálytalan, és most a csere. Mitrovic jön tehát a sántikáló Renato Neto helyett. Netónak nincs szerencséje, mert csak egy fél-fél időt bírt ki. Mitrovic tehát a helyén. Nem elég, hogy hátrányban a Videoton, még egy kényszerű csere is. Neto sántikál. Most már a kispadnál. Tendenciózusnak nevezhető, hogy Haraszti átment a jobb oldalra, helyet cserélt egy Gyurcsóval, hiszen most is így helyezkednek. Azt az információt kapom, köszönöm a kollégámnak, hogy a jobb térde sérült meg Netónak. Ügyesen tartotta Jonescu a labdát, aztán Bödeme jó fenékbe rúgta, ez nem volt profi futball. Tóth Balázs. Haraszti. Haraszti keresztbe labdát Gyurcsó felé. Kellett volna egy jó labdalevétel. Besics érkezett az elpattanó labdára.
Ott Balázs Bodicseke Ionescu-val szemben, aki gyorsan fölpattan, de Mitrovic rutinosan megakadályozza, hogy elvégezzék a ferencvárosiak a szabadrúgást. Gyurcsó. Szomália üldözi. Alepjevic pedig jött keresztezni. Csak bedobás. Paraibát láttuk a közeli képen. Paraiba egyébként az egyetlen, aki nagyon keveset játszott eddig a videótomban, a 22 játékosból, mezőnyjátékosból, aki pályára lépett, illetve abba Kapus is benne van, mindössze 12 percet kapott eddig. A második, aki legkevesebbet játszotta, a Kovács István, de ő is 161 percet számlált a meccs előttig. Gyurcsó a labdával. Tehát tulajdonképpen Paraiba játéka versenyhelyzetben, mondhatnánk bajnokságban, még egy picit nyilván Paulo Sousa számára is újdonság. Torgelle eltiltás miatt nem játszott. Ez Tóth Balázs kezezése. Ezt innen továbbra is nehezen lehet megállapítani, de gyanús, hogy ez is 11-es közeli megmozdulás volt, hiszen a keze úgy mozdult, és nem a teste mellett volt. De közben egy gyors Ferencváros támadás. Bozsovics, huppá, ez nem sokon múlt. Jennert eléggé egyedül hagyták, és engedték, hogy lövésig jusson, szépen húzta befelé, tette a jobb lábára, előtte két védő között. Ügyesen oldotta meg Julian Jenner. Ott van Bozsovics, úszik a levegőben, alig ha nem elérte volna, ha kapura megy. Caneira. Haraszti csak vissza. Kovács. Gyömbér oldotta meg, csak aztán rossz helyre passzol estében. Tóth Balázs. Ilyenkor kéne egy kicsit tempót váltani a Videotonnak, de ez nem sikerül. Visszazárkózik a Fradi. Bracsi. Haraszti, Bracsi. Bracsi csavarja be, Jova kilép a kapujából, és Paraiba orra elől elhozza a labdát. Nincs igazán komoly gólszerzési lehetősége a Videotonnak. Jova focizik hátul, egy kicsit Besics kapja a labdát. Hector Sánchez vissza, Bozsovics. Caneira. Újra ő. Szóval Torgelle nincs, ugye, mert kiállították a... és ez eltiltás miatt nem játszhat. Stopira sérült, a másik oldalon pedig Jovanovics az, aki sérülés miatt nem állhat rendelkezésre. És Paraiba most a középcsatár, az egyetlen csatár a Videotonban. Nikolic pedig a kispadon foglal helyet. De már csak két csere lehetősége van Paulo Sousának. Jova kirúgása, 29. perc. Ionescu fejéről csúszik le oldalra a labda. Józsi, Bödetót ért oda, de valahogy a Fradi előtt marad. Ionescu már nem tudta estében elkanalazni úgy, hogy náluk maradjon. Bozsovics. Vinicius. Paulo Sousa próbál a kis technikai zónából életet lehelni a csapatába. Gyurcsó és Alepjevic utóbbi nyeri a csatát. Rutinosan kikísérte a labdát a pályáról. Alepjevic a közeli képen jól dolgozik egyelőre. Sem Haraszti, sem Gyurcsó nem tudott vele eddig elbánni. Jova kap egy sárga labdát időhúzásért, mert teljesen indokolatlanul arrébb tette a labdát. Ez egy csacsiság az első félidők 30. percében időt húzni.
Jól kap sárgát. Araszti. Játékvezető nem látott szabálytalanságot. Araszti Schwabon akadt fönt. Besics már. Nagy keresztlabda Jennerhez. Mélyen fejelt előre Böde számára. Kanejra hagyja, Bozsovics pedig a tartaléklabdával fogja elvégezni a kirúgást. Gyurcsót hívja Paulo Sousa. Bozsovics, nem tudom, mivel Bozsovics, mert megint elcsúszott, kicsúszott alól a támaszkodó lába rúgás közben. Klein. Fordul. Kemény csata a labdáért, Mitrovics próbálkozott. Jenner került a földre és sopánkodik, hogy őt bántották. Jenner kidobhat a Ferencváros. Haraszti a közeli képen. Meg Jenner. De nem tudta átvenni ezt a bedobást. Bozsovics. Nem nagyon változott a játékképe az elmúlt negyed órában. Ferencváros taktikusan, higgadtan játszik. A videóton pedig egész egyszerűen nem tud kreatív lenni, nem tud helyzeteket kidolgozni. Nagyon messze vannak az egyenlítéstől jelenleg a fehérváriak. Játékban legalábbis mindenképpen. Ionescu adott egyet kis Kovács Istvánnak. Balázs. Két kézzel próbálta lökni Alempijevics, aztán a nyakába ugrik. És Alempijevics kap szabadrugást, mert Tóth Balázs oda nyomta a könyökét. Tóth dühös volt, mert előtte Alempijevics a hátára ugrott. Nézd, hát igen, ott oda paskolt egyet, az kétségtelen. Alempijevics eléggé provokatív volt, nézzük csak, ott ráugrik a nyakára, kitépi a karját. Balázs. Igen, egyébként a videóton fog szabadrugást rúgni, méghozzá az első, kették első találkozása miatt, amikor Tóth Balázs hátára ugrott Alempijevics. Alempijevics anyázik egy kicsit, aztán lekísérik, mert ugye ápolás miatt le kell jönni a pályáról. Nézzük csak, hát ott kétségtelen ott volt a kéz. Levert neki egyet, rendesen az kétségtelen, hát Alempijevics jönne házhoz ment a pofonér. Kérdés, mi lesz, a legközelebb találkoznak. Alempijevicsnek az agyát is lejegelték-e, vagy csak az orrát. Mitrovics. Alempijevics újra pályán. Szabadrúgás. Paraiba kap szabadrúgást. Klein volt az, aki szabálytalanul állította meg. Badul lengetett az asszisztens. Klein is csúnyán beszél. Jobban viszont már a sorfalat rendezi. Iványi fölhívja a figyelmet arra, hogy meg kell várni a sípszót. Hát Alempijevicsnek lesz egy kis monoklia. Egyelőre nagyon közel a sorfal. 25 méterre a szabadrugás a kapu közepétől. Bracsi van ott, és Mitrovics, ha jól látom. Így van. De Mitrovics eljön onnan. 35. perc a mérkőzésen, 1-0-ás vendégvezetésnél a videótól jut szabadrugáshoz. Bracsi csavarja, kapura, Jova pedig a rövid felsőből kitenyereli. Szép védés volt Jova Leventétől. Ez legalább gólveszélyes volt. Legalább pontrugásból veszélyt tud teremteni a hazai csapat.
a játékban ez eddig nem sikerült. Jó, tán számított is rá, hogy oda jöhet a labda, esetre szépen rajta volt. A második hazai szöglet következik. Jovárt dicsérik a többiek, azóta viszont már a szögletnél megy a helyezkedés. A játékvezető nem mutat semmi olyat, ami miatt ne lehetne elvégezni a szögletet, ő már örülne neki. Kis szöglet lett belőle, Haraszti hátra, Kovács. Hát ez nem volt egy acélos változat. Szomália van ott a túloldalon. És Szomália lábára pattant ki a labda, összerúgtak. Szomália és Haraszti az? Azt hiszem igen. Igen. Mind a ketten a földön. Hát Haraszti fájdalmát értem. A Szomáliáért kevésbé. Nem véletlen, hogy a videótól végezhet el szabadrúgást. Szomália meggyógyult, Harasztit még jegelni kell. Nem, bedobás, bocsánat. Marad a labda, kivágja Józsi. Most nem nézett sem erre se, nem, most nem is kellett. Haraszti pedig ismét a pályán. Mitrovics. Paraiba rosszul vette át a labdát. Dobhat a Ferencváros. Összintén szóval én nem így láttam, de Ivány így látta. Nála van a síp. Viszont őt is szidják. Vesics. Klein. Pereira. Haraszti. Rossz. Nem, jó, az Paraibának. Paraiba fordul be, két fehérmezes is mellette termet, Haraszti. Egyszerűen képtelen a videóton áthámozni magát. A Fradi védelmén, Haraszti csúszott be. Dobhat a Fradi. Lempijevics még nyűgösebb lesz, ha meglátja, hogy a szünetben, majd a tükörben, hogy milyen jó kis monoklia van. Klein. Szomália, rossz indítás. Ionescu volt az, aki a háta mögé lőtte a labdát, és nem Szomália elé. Most a hazaiak biztatása kell is a csapatnak, mert nem játszik jól a videóton. És ahogy említettem, nem nagyon lehet ezt a fáradtságra fogni, hiszen mindössze öten vannak ott a kezdőben, és ők is inkább a hátsó alakzatban, tehát a támadóknak frissen, fiatalosan kéne és kreatívan játszani. Ez azonban nem történik meg. Hector Sánchez bikázza ki a labdát. Ferencváros bedobás a félpálya magasságában. Némi életképek. Tóth Balázs közben a labdával. Bracsi indul meg. Visszarántás, ez is sárgalapos Bödének. Feltétlen volt, ez sem indokolt. Szabálytalanság. A harmadik sárgalap. Ferencváros oldalon jó, a Böde és Gyömbér sárgalapos. A másik oldalon Caneira azért a 11-est érő kezezésért. Sárgalapos figyelmeztetés kapott a vendégek 13-as számú játékosok Böde Dániel. Caneira. Bracsi. Nem túl jól, de szerencsére Mitrovicshoz pattan a labda. Mitrovics meg odaadja Szomáliának. Józsi György, Ionescu. A
pontatlan átadás, Bracsi jól olvasta a játékot, Böde bosszankodik egy kicsit, nem igazán lehetnek még Ionescu-val összeszokva. Ionescu, ahogy említettem, mindössze 10 percet játszott eddig bajnokin. Schwab. Kicsit belebonyolódott Schwab, Mitrovic. Bent tudja tartani a labdát. Schwab robban oda, de még mindig Mitrovicnál a labda. Gyurcsó, Tóth Balázs. Föllazult a Fradi védelmének a bal oldala, de én ezt kimondom, Adira visszazárkóznak. Kovács. Paraiba. Csak hátul. Gyurcsó rosszul vette át a labdát, Besics. Józsi. Ez is pontatlan. Jenner mutatja, hogy nem baj. Csináljuk csak. Gyurcsó nagyon üresen. El is lövi. Jóva ott volt. Legalább egy lövés a videótonnál. De 5-3 a lövések aránya, 2-2 találta el a kaput. Fradi egyszer csak a kaput találta el, de be is talált. 11-esből ugyebár. Besics. Bracsi. Kovács küzd egy gömbérrel. Videóton bedobás. Caneira. Mitrovic. Raibát megelőzi, Besics, Klein már. Jovának hátra. Jóha meg úgy érezte, hogy most el kell rúgni a labdát, mert letámadott az ellenfél. Szomália. Józsi tovább. Tóth Balázs lökött. Rúghat a Fradi. Van idő lassítani, mert nem sietős a vendégeknek elvégezni a szabadrúgást. Jenner jött el, hogy elvégezze. Kicsit előrébb is tette a labdát, annyi még belefér. Jenner tehát. 43. perc. Böde felé. Még mindig ott a labda. Caneira. Ionescu. Szomália nem tudta levenni. Tóth Balázs pedig kirúgja a labdát. Alepijevic, Szomália. Szomália még mindig. És még mindig Szomália. És tovább is tudta tenni. Ionescu be középre, Böde háta mögé. Bracsi nem túl jó helyre. Ionescu. Talpalás volt. Talpalt Ionescu. Egy perc lesz majd a hosszabbítás. Balázs elől Ionescu szerez labdát, Alempijevic, Szomália. Szomália. Mitrovic szerezte vissza, Kovács. Tóth Balázs, ez most jó labda kihozata, legalábbis eddig mindenképpen, Haraszti. Bracsi. Kacipelte Bracsi, Kovács pedig nem tudja visszaszerezni. Az ott kéz volt. Jó magasan fönn volt Józsi keze.
Még ez a szabadrugás biztos, hogy bele fog férni. Ez pont olyan helyen van, hogy rá is lehet lőni, de valamilyen begyakorolt szabadrugás figurát is meg lehet csinálni. Jovának vannak gondjai belőle, négy tagú sorfalat kér. Amiből aztán öt lesz, úgy néz ki. Szomália is ott van. Faradisták meg árulkodnak a játékvezetőnek, hogy előrébb hozták a hazaiak a labdát. Bracsi a labda mögött, akinek volt már egy jó szabadrugása rövid felsőre. Az 25 méterről volt, de kicsit kijebről. Jóva próbál információt eljutatni a sorfalhoz. Négyen vannak, meg ott még plusz egy ember Paraibával. Bracsi tehát. Bracsi, ez most jócskán fölé megy. Az első az kaput talált, ott nagyot kellett védenie Jovának. Ez azonban most jócskán fölé szállt. Marad az 1-0-ás Ferencvárosi vezetés. Mehet tovább. Jenner. Schwab. Józsi előre. Bödét nem nagyon tudták megjátszani még eddig ezen a meccsen a fradisták. Böde. Tóth Balázs. És itt az első játékrész vége. A 6. percben Józsi 11-es góljával szerzett vezetést a Ferencváros, és ez az állás jelenleg meglepő, hogy a Videoton mennyire nem tud igazából kreatív, támadó futballt játszani. A Ferencváros nagyon összerakta Moniz erre a meccsre, fegyelmezetten játszanak, fegyelmezetten védekeznek, és hát nem követtek el olyan hibát, mint amit a másik oldalon Kanelyra elkövetett, hogy jól láthatóan kézzel ütött a labdába, 16-oson belül teljesen egyértelmű 11-es volt, amit Józsi értékesített. A félidőben tehát Videótól Ferencváros 0-1 stúdió. Egyelőre csak a ferencvárosiak jöttek ki, nem lesz sere a Fradinál. Változatlan összeállításban játszanak Ricardo Moniz fiai. Hozzá kell tenni, hogy nagyon nagy ok nincs is a cserére, hiszen kétségkívül szervezetten játszott a Ferencváros, meg ugye nem is hiba nélkül. A játékvezető ténykedését illeti meggyőződés, amelyeket még Garancs István nem erre a mai mérkőzésre gondolt, mert ma biztos, hogy nem lehet problémája. Sőt, ha valamit vitatni lehet, az pont ugye Tóth Balázs ominózus kezezés. Egyébként a sárgalapok aránya, vagy szám az 3, illetőleg 1-3 a Ferencvárosnál, 1 a Videótonnál. De azt gondolom, hogy ez nem a mai mérkőzésre vonatkozó megállapítás lehetett. Sokkal kritikusabbnak kell lenni egyébként a székesfehérváriaknak most a csapat játékával szemben. A Fradi pedig, kis a fradista játékosok pedig a pályán lévők egy kis kupak tanácsot tartanak. Ricardo Moniz alig, ha nem örül annak, hogy ezt látja. Ez az élőkép egyébként, ő most ott már technikai zónában is látja, hogy a fiai egy kicsit összeölelkeztek. A hazaiak még mindig nincsenek sehol, de lassan érkezniük kéne. Igaz, még Iványi játékvezető vezette, kis testület sem érkezett meg. Szóval egyébként azért is nagyon necces a Videótonnak, már bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom, ez a mai mérkőzés, mert hát bizony a középmezőnyben ragadhatnak. Ugye, ahogy említettem, jelen állás szerint 8 ponttal vannak a Győr mögött lemaradva, és hát ugye az a kérdés, hogy a mai utolsó bajnoki mérkőzésen, ugye a Siófok-Debrecen összecsapáson, ami fél hétkor, egy óra múlva kezdődik majd, ugye mit játszik a Debrecen, de kétségtelen az, hogyha a Debrecen nyer, akkor a Debrecen 22 pontos lesz, tehát a Debrecen 7, a Győr pedig 8 ponttal előzi meg, vagy előzné meg a Videótont, és a Videóton egy kicsit beragadhat, hiszen ugye a Videóton most a 6. helyen áll a bajnokságban, a Honvéd 1 ponttal áll előttük, a Diósgyőr 2-vel, az MTK 3-mal, és aztán a Debrecen és a Győr. Szóval ugye nem csak arra kell koncentrálni, hogy Európa Liga szereplés, hanem nyilvánvalóan arra is, hogy ebben a bajnokságban is ki kell vívni a Nemzetközi Kupában való indulás jogát. Jó, hát ez természetesen még nagyon messze van, meg addig még nagyon sok víz lefolyik majd a Dunán. Minden esetre, ha a Videóton egy kicsit beragad, és az az EL szereplésnek a hátulütője, hogy a bajnokságban viszont gondjék lesznek, az nyilvánvalóan nem örömteli a hazaiak számára. Erdélyi Ádám nevű kisfiú végzi el a középkezdést Paraibával egyetemben.
Ádám nagyszerűen csinálta belsővel hátrafelé, hogy azt a szabályok előírják, természetesen videóton szerelésben. De az igazi középkezdést a ferencvárosiak fogják elvégezni. Egy nullás Fradi vezetésnél, tehát a második játékrész most szünetben nem cserélt, Paulo Sousa sem, ugye korábban kellett cserélnie, Neto helyére érkezett Mitrovic sérülés miatt. A szünetben tehát egyelőre nem változtatott Paulo Sousa. Kovács, Kovács húzza meg Gömbér mellett. Kovács még, Gyurcsó. Gömbér csúszott be jól, Kovács üti be a lecsorgó labdát. És kivágják. Két labda a pályán, nem kell megállítani, Bracsi gyorsan ki pöckölte a labdát, itt még az iménti becsúszás. Jova jön, és könnyedén szedi föl a labdát. Sándor György, Oliveira, Nikolic és Szolnoki Roland. Tújvel cserekapus mellett még a kispadon, akik bevethetők. A másik oldalon, ahogy említettem, ugye Randilovics, Otten, Máté, Busai, Grúz, Csukics és Orosz. Klein. Fradi a labda. Én úgy láttam, hogy a Klein rúgta volna el, de az asszisztens közelebb volt. Schwab. Ionescu. Kezezés, Ionescu kézzel segítette tovább a labdát. Mitrovic elsősorban egyébként a tempón kéne a videótonnak változtatnia, mert van a kényelmes tempóval nem lehet meccset nyerni. Paraiba provokált ki ügyesen egy szabadrúgást. Schwab volt az, aki keresztbe tette a lábát. Paraiba szépen lépett el több ember között. És egyértelmű a szabálytalanság. Szerencséje van, mert nagyon csúnya bordatörést lehet szenvedni attól, amikor az ember így ráesik a labdára. Nagyon kellemetlen, de Paraiba jól van egyébként, talpon van. Szabad rúgás, mindezt van idő megnézni, mert a játékvezető még csak most fogja beállítani a sorfalt. Bracsi most nincs ott, akinek volt két szabad rúgás az első fél időben. Az egyik ugye nagyon jól sikerült, de jobban kitornázta, a másik bőven fölé ment. 23 méterre, és most Mitrovic van a labda mögött. Mitrovic. Hú, az oldalhálót találja el, ez is nagyon veszélyes volt. Jobban érkezett, számított rá, talán egy picit abból, hogy milyen szögben futott neki Mitrovic, számítani lehetett arra, hogy oda fogja lőni. Akkor persze szeretjük feltenni a kérdést, hogy mi lett volna, ha kapura megy, odaér-e a kapus. Nem lehetünk benne biztosak. Nézzük csak most. Hát szerintem nem. De hát ugye ez egy havan kezdődő mondat volt, nem volt túl sok értelme, csak egy kis játék. Marad az 1-0-ás Ferencváros vezetés. Bozsovicsnál már a labda. Ricardo Moniz. A menet közben került a csapat élére, Détári Lajost váltotta, és egy nyilván időre van szüksége, hogy összerakja a csapatot. Mindenesetre most ezen a mérkőzésen egy kicsi kívül szervezett ferencváros futballozik. Caneira. Hector Sanchez. Fradinál lesz csere, érdekes, hogy most néhány perccel a ez a kérdés, hogy mikor fog bekövetkezni mindez, de még itt most telik el 4 perc a fél időből. Némi kis kakaskodás, gyorsan elvégzik a Ferenc, ugye a fehérváriak. Gyurcsó. Bracsi. Gyurcsó. Bracsi csavarja be, pont jó a kezébe. Mindegy izgaz, akkor Vladan Csukics jön majd Ionescu helyére. Ugye Csukics egyike azoknak, akik eddig minden bajnoki meccsen több-kevesebb időt a pályán töltöttek. Ionescu.
Ügyesen kioldalra Jenner. Jennerhez visszapattant a labda Gyurcsó lábáról, Jenner még mindig át kellett tenni a jobb lábára. Így Józsi, hogy ért bele? Hát megint volt egy ilyen furcsa eset, hogy miről vágódott le a labda, de nem reklamál senki. Ott a belőtt labda, csak belebökni tud Józsi, és eltalált a Szomáliát. Nézzük csak. Igen, egy Szomáliáról visszapattan a labda, és az ismétlés már nem talál kaput. Közben megvan a cserek, Csukics jön Ionescu helyére. Érdekes, hogy most cserélt Moniz. Mert olyan, és azt nem látom, hogy sérült lenne Ionescu, azt se lát, ugye nem cserélt a videóton sem, amire reagálni kellett volna, és igazából a taktikai felállása sem változott meg olyan értelemben a videótonnak, amire így kellett volna reagálni. Úgyhogy egyelőre a csere okát. Bracsi. Schwab érkezett csúszva. Kovács fordul be. Haraszti. Rossz passz. Rosszul tette el a Vinícius. Csukics előre, Szomália. Nem tudta Hector Sánchez mellett elvinni a labdát. Jól védekezett Hector Sánchez. Klein. Öde. Lepattant a labda Caneirához. Bracsi. Tóth Balázs. Mitrovic. Csukic támadja. Caneira nyújtja meg. Ez nagyon hosszú, Schwab, viszont nem akar nagyon kimenni a labda, hogyha Schwab elrúgja, dobhat a videóton. Mitrovic, Bracsi, Gyurcsó, két emberrel szemben Gyurcsó Ádám. Na vajon hol ment ki, csak bedobás. Bracsi. Gyurcsó tekeri be, Mitrovic, rossz helyre, kétségbe esett felszabadító rugás Alempievics-től, Bozsovicshoz száll a labda. Ugye már csak két lehetősége van Paulo Sousának cserélni. Gyurcsó, Mitrovic, Haraszti. Gyömbér szerel. Hector Sánchez-zel szemben csatázik, visszapattan Gyömbérre a labda. Dobhat a Fehérvár. Tóth. Bracsi. Még egyszer Bracsi. Haraszti feje búbján pattan, meg Klein. Csukics. Szomália igattan, Alempievics. Böde csúsztat, Szomália. Elpattant tőle a labda, dobhat a Vidi. Haraszti. Újabb videóton bedobás. Caneira. Bracsi. Kovács. Kezdezett Bracsi, az asszisztens jelzett. Kovács a közeli képen. Ön aktívan játszik, csak általában elveszti az összecsapásokat. Az ő fizikai ereje, nem az erőssége. Ezért az ilyen típusú ütközéseket, fizikai összecsapásokat általában elveszíti.
megküzd Gyurcsóval. Tóth Balázs szeretne gyorsan dobni. Hát igen, hogy telik múlik az idő, egyre sürgősebb lesz a videót annak, mert nem csak az a kérdés, hogy sikerül egyenlíteni a videótonnak, ők nyerni szeretnének hazai pályán a Ferencváros ellen. Haraszti. Paraiba. Egész kihúzódott. És el is veszíti a labdát. Böde. Böde lövi be üres területre pontatlanul. Jenner szaporázza. Bozsovics pedig kikíséri. Aztán Jenner lök egyet Bozsovicson. Oda fogja őket hívni. Bozsovics úgy csinál, mint aki se lát, se hal. Neki nem kell oda menni. Egyikük sem volt sportszerű. Jenner lökött, Bozsovics sem volt sportszerű. De Bozsovics csak ijesztett, Jenner viszont konkrétan meglökte a kapust. Játszótéri konfliktus. Mitrovics. Hosszú labda. Gyurcsó robbant volna be, de jobb ott volt. Kovács megy, hogy zavaró repülést végezzen, hogy javát arra késztesse, minél gyorsabban elvégezze a labda játékba hozatalát. Illetve játékban volt, csak hogy gyakorlatilag is abban legyen. Caneira ütközött Bödével a levegőben. Józsi a labda mögött. Igen, fölösleges elrúgniuk, fölívelniük, nekik meg kell becsülni a labdát. Minél tovább van náluk, annál jobb. Böde. Szomáliához nem jutott el a labda, Hector Sánchez helyezkedett jól. Sikerül visszaszerezni a labdát. Kétségkívül nagyon nagy a létszám fölény, ott a videót a 16-os a környékén, a piros mezesek javára is. Ott aztán már elég nehezen tudják megjátszani a labdát a ferencvárosiak. Paraiba. Összességében nem érzem azt, hogy Paraiba és Haraszti olyan sokat hozzá tudott volna tenni a játékhoz ezen a meccsen. De egyelőre Paulo Sousa nem tervezi a lecserélésüket, legalábbis még nem tett semmit ennek érdekében. Esetre a figyelembe veszik, hogy mondjuk Oliveira és Nikolic ott ül a kispadon. De majd Sousa eldönti. Szomália. Annyira biztos nem fáradtak, hogy ne tudjanak játszani egy bő fél órát. Caneira. Gyurcsó, szép kényszerítő volt. Kovács István nagyon agilisan játszik, de sok a hiba a játékában. Jóval lövi ki a mezőnybe a labdát. Nem tudja a videóton emelni a tempót, nem tudja gyorsítani a mérkőzést. És ez a viszonylag kényelmes játék a Ferencvárosnak nagyon jó. Besics. Paraiba hátulról gyötri. Jova. Kemény ütközés a levegőben. Összekoppant a két fej. Brácsi és Jenner. De megy tovább a játék. Szomália. Jenner le is ül a földre. Le is fekszik. A játékvezető pedig megállítja a játékot. Összefejeltek. Úgyhogy ez nem tréfa dolog. Persze nyilván lehet mondani, hogy Jenner csak az időt húzza, de kétségkívül a játékvezetőnek ezt a helyzetet nem szabad mérlegelnie, mert nem tudhatja pontosan, hogy mekkora a baj. Legfeljebb hosszabbít. Jenner azért életben marad.
Paulo Sousa meg látványosan az óráját mutatja. Jegelni kell Jenner fejét, ki nagyon lassan hagyja el a pályát. Bracsi nem is jön le, nem miatta kellett megállítani a játékot ugyanis. Kovács meg visszaadja a labdát, hát elég csacsi módon, mert olyan helyre rúgta a labdát, hogy a Ferencvárosnak sok időbe telik, mire el fogja végezni a bedobást. Jenner pedig újra a pályán. Csukics. Nem volt igazán szerencsés a megmozdulása. Paulo Sousa megmérte, hogy meddig állt a játék, mennyit fog hosszabbítani a játékvezető. Már ezen a meccsen neki most nem a játékvezetővel kéne foglalkoznia. Besics, Alempijevic. Volt az átadás, jó volt a becsúszás, de nem tudja megtartani a Fradi. Gyöbér tisztázott. Még mindig nem készül cserére Paulo Sousa. Jucsó, Haraszti. Csukics. Rossz az indítás, Hector Sánchez. Tóth Balázs. Most nyilván Paulo Sousa is átérzi, hogy milyen rossz lehetett a Sporting Lisszabonnak. Csütörtök este. Bracs. Mehet tovább, előny szabály, Mitrovic. Bracsi. Bracsi belőtt labdája pont Jovához. Paraiba későn érkezett. Kovácsnak pedig túl mély volt ez a belőtt labda. Lőtte ki Schwab. Mitrovic veszekszik Harasztival. Böde. Haraszti. Kovács. Kovács fordul le Schwabról, jött egy gyömbérről. Paraiba. Le sem volt Paraiba. A védők mögött került. Igen, egyértelmű. Gondolom azért egyre többen teszik fel a kérdést Fehérvári oldalon, és hogy jó-jó ez a Paraiba ügyes fiú, de hát hol van a mi Nikolicsunk? Bozsovics mutatja, hogy nyugi a Ferencvárosok cserélni. Orosz Márk jön majd be, ha minden igaz, Jenner helyett. Gyurcsó nem tudta megmenteni. Szomália. Csukics. Böde. Jó indítás, nem volt le, és Szomália eldöntheti a meccset. És Bozsovics óriásit véd. Remekül zárta a szöget. Bozsovics versenyben tartotta a csapatát. Csak szöglet lett belőle, nagyszerű labdát kapott Szomália. Itt van Böde indítása a les határon. Szomália megpróbálta gondolom átemelni, csak rosszul hajtotta végre. 2-2 a szöglet arány. Jenner fogja elvégezni a szögletet. Lehet, hogy ez lesz az utolsó mozzanat tőle a mai meccsen. Elég gyenge szöglet volt. Kovács. Alempijevicnek tett föl Kovácsot.
biztosan kijöhet a csere. Orosz Márk jön Jenner helyére, aki nem játszott rosszul. A második csere a Ferencvárosnál. Orosz Márk tehát a pályán. Cserélni fog majd a videóton is. Most adták oda a negyedik játékvezetőnek a kis papírkát erről. Ugye kiderül, hogy mi lesz a váltás. Ez most nem volt Les. Paraíba. Paraíba rossz helyre. Orosz. Pontatlan volt a passz. Orosszal egy... Azt hiszem, hogy kicsit a kontrajátékot erősíti Ricardo Moniz, egy gyors agilis játékos, és nyilván, hogy telik múlik az idő, benne van az, hogy a játékban, hogy egyre több kontra lehetősége lesz a Ferencvárosnak, hiszen kénytelen kockáztatni a videóton. A videótonnál Haraszti jön majd le, és nem annyi Nikolic jön. Tehát nem Paraíba helyére jön Nikolic, ahova egyébként poszt szerint jöhetne, hanem Haraszti helyére. Egy-egy csere lehetőség van még mindkét oldalon. Nikolicsnak meg van egy jó 25 perce. Mitrovic. Egész hátra Caneirához. Bracsi. Gyurcsó. Csukics. Ezt Böde nem tudja befutni, az biztos. Bozsovic. Bozsovicot érdemes megtámadni. Sok a bizonytalanság. Nikolic lerántása, előnyszabály. Csukics indít, Szomália, és Vinicius valami ilyetetlen módon le tudta szerelni. Szomáliának a második lehetősége volt kontrából. Ezúttal a labda átvételével volt a baj, és valahogy Vinicius egészen bravúros módon lelopta a labdát a lábáról. Paraíba a másik oldalon már. Klein mellett fordul, belerántás, 11-es. 11-es ezt a butaságot. Hát persze kell sok butaság ahhoz, hogy meg hiba ahhoz, hogy ilyenek történjenek. Klein reklamál és veszekszik. 68. perc. A negyedik sárga lap a Fradinál, ez a kisebbik bajuk. A nagyobbik bajuk az, hogy 11-es. Paraíba becsapta Kleint, ebből a szögből nem igazán látszik. Hát tény, hogy Klein oda nyúl, tény, hogy Paraíba ennek megörült. Itt lök rajta egyet, kicsit rángatja a kezét. Meg lehetett adni. Rögtön Nikolic a labda mögött, ha jól látom. Így van. Egyelíthet a videóton. Egyelít is. Elég sokáig tartott, bő egy óráig, mire a videótonnak sikerült egyelíteni. De 6. perc után a 67. 68. változik az eredmény. 1-1. Jovának sansza nem volt. Nikolic bejött. Nem mint az ő érdeme lett volna, de azért a 11-es be kell rúgni. És legalább ezt a részét jól csinálta ennek a szituációnak. 1-1. Nem Anya Nikolic. Ő egyébként a házi gólkirály, most már 3 góllal. Említettem, elég kevés gólt szerzett a videóton, ez a 10-et eddig. Böde, itt van újabb gólszerzési lehetőség, Böde ellövi keresztbe. Húha, Paolo Sousa. Nem véletlenül nyűgös. Végre nagy nehezen kiegyenlítettek erre egy ekkora védelmi hiba. Szemmel láthatóan egyébként Bödére fölkészült a videóton, mert
elég jól kiveszik a játékból, de egy pillanatra nem figyeltek oda, egyből gólhelyzetben volt Böde Dániel. Tudták, hogy rá figyelni kell, és elég jól meg is oldotta eddig ezt a videót. És most zúg a hajrá Vidi. Egy-egy tehát. És van még hátra 20 perc a rendes játékidőből. Nem igazán volt benne a videóton játékában a gól, mert gólhelyzeteket nem tudtak kialakítani. Inkább az volt benne, hogy hibára késztetik az ellenfelet, mert azért elsősorban a videóton birtokolt a labdát, és ez a hiba meg is volt. Paraiba ott hagyta Kleint. Nikolic. Nikolic lövi be üres területre, jóval jön hosszú volt Gyurcsónak. Nikolic bosszankodik, jó meglátás volt a részéről. Alempievics. Gyenge beadás. Klein a közeli képen. Két 11-essel, tehát 1-1. Na, kiérez végül a labda, Klein rúg bele egyet, hadd szálljon a labda egy kicsit a levegőben. Tóth. Tóth veszélyesen hátrafelé, Caneira húzza vissza a mezőnybe. Gyurcsó és Schwab. Schwab lökött. Bracsi. Józsi. Orosz. Böde Dániel két ember között. Böde Vinicius érkezik. Ez biztosan 11-es. Mehet tovább, mutatja a játékvezető. Ricardo Moniz természetesen őrjöng. Viszont Nikolic kontrázik. 4 az 5 ellen. Klein a harmadik emberen fönnakadt Nikolic. Ricardo Moniz őrjöng a negyedik játékvezetővel. Nyilván, ha tehetjük, majd megnézzük, de egyelőre egy belőtt labda Szomália felé. Szomáliát nagyon jól fogják. Hector Sánchez volt az, aki visszaért vele ismét. Fölveszi vele a versenyt futásban. Paraiba ugrott el a labda alatt. Paraiba. Nikolic már lesen volt szerintem. Újabb 11-est reklamálnak, de les. Iványi intézkedik, egy kicsit megy Ricardo Morizhoz, valószínűleg a negyedik játékvezető följelentette. Ricardo Moniz mondja magáét, Iványi nem hallgatja meg. Nézzük csak. Semmi nem volt. Mind a két játékos elesett, egyik se bántotta a másikat. A legjobb döntést hozta szerintem Iványi, hogy tovább engedte az akciót. Böde pörgeti fel a labdát, Orosz vissza, Szomália, Böde, Szomália miatt nem jutott lövés, ez megpattan a labda, Böde 2-1 a Fradi javára. Hát eddig olyan jól vigyáztak Bödére, most elfelejtették, 74. perc, hiába egyenlített a videóton, ismét a Ferencvárosnál van az előny, Böde Dániel a gólszerző. Ottem magyaráz közben a kupac tetején, hiszen a meccsnek nincs vége. Most az a kérdés, hogy Böde milyen állapotba kerül elő. Éle még, de szerencsére él. Paolo Sousa dühöng. Na nézzük csak. Visszafejeli Orosz a labdát, ott van Szomália. Böde nem tudta előni pont Szomália miatt, de tol rajta egyet. Három ember között ellövés, mivel megpattant valakinek a lábán a labda. Hector Sánchezén, ez becsapja Bozsovicsot. És becsorog a labda. 2-1 a Fradi javára. Böde Dániel a gólszerző. A Fradinál ő a legeredményesebb három góllal.
mint ahogy Nikolic hárommal a videótonnál. De nézzük tovább a meccset, egy gyors szöglet a másik oldalon. 3-2 a szöglet arány. Ebben a videótól jobb, Gyurcsó. Uha, Klein fejelte ki végül a labdát, Bracsi vissza. Gyömbér. Szomália. Orosz és Gyurcsó, Szomália nagyon egyedül van. 6 piros mezes jött vele vissza, most 7 videótojátékos, 2 és fél fradistával. Orosz inkább megbecsülik a labdát, Orosz lövi be a labdát, Józsi felé. Caneirának kellett figyelni. Szép labda volt Orosz Márktól. Schwab vissza, Szomália nem volt lesen, Szomália fejeli les, Józsi, oldalháló. Mit csinál a videóton védelme? Kiegyenlített a videóton, és akkor Fradi úgy döntött, hogy ez, hát meg is lehet nyerni ezt a meccset, ne védjük minden áron ezt az 1-1-et. A harmadik, negyedik helyzete volt azóta Ferencvárosnak, talán harmadik, amiből egy gól is lett. Tehát ez is veszélyes volt. Elképesztő védelmi hibák a videótonnál. Bozsovics ezt is csak nézte, Csukic szerez majdnem labdát. Megnyugodtak a fehérváriak, hogy na, nem lesz itt baj, megnyerjük a végén. Hihetetlen, hogy mennyire kikapcsolt a figyelem. Tóth Balázs tolja meg, Paraiba, ez most egy gyors ellenakció. Tóth Balázs, Klein ér oda. Mehet tovább. Nikolic akadt fönn, de nem volt szabálytalanság. Oliveira jön majd, az utolsó csere a videótonban, nincs mire várni. Nikolic a közeli képen. Tóth Balázs helyett jön majd. Oliveira, Filipe Oliveira, Orosz. Orosz ellövi. Nem is volt az rossz. Nagyot kellett Bozsovicsnak nyújtóznia. Még nem jön Oliveira. Egyelőre csak a fradi szöglet következik. Bozsovics a közeli képen. Gyömbér megy föl. Orosz tehát. Nagyon átment a másik oldalra, de így jó lehet Józsi vissza egyből. Vinicius kifejelte a labdát, pont odafejelte Józsi Györgyhöz. És most a csere. Tóth Balázs odaadja a csapatkapitányi szallagot Caneirának, és rohanva érkezik. A harmadik csere tehát a videótonnál Tóth Balázs helyett Filipe Oliveira. Hosszabbítással együtt negyed órája van körülbelül, és valószínűleg. De csúsztat. Szomália próbál ott két ember között valamit ügyeskedni. Legalább az időt húzni, még mindig ott van Szomália. Aztán persze leszerelik. De rossz a felszabadítás. Ügyes csel Alempievics-től. Csukics is odaérkezik. Uha, ez veszélyes. Paraiba rossz helyre fejelte Besics, aztán javítja a saját hibáját, és közben elkezdett szakadni az eső, csak hogy a videóton esélyeit még tovább rontsa, hiszen ugye általában a rossz idő az a védekező csapatnak használ, de akkor eső jött hirtelen, meg szélvihar, hogy elkezdtek menekülni a nézők. Egyelőre nem villámlik, úgyhogy lehet játszani. Orosz. Orosz Márk. Orosz még mindig, elképesztően viharos a szél, inkább az a kellemetlen. Bozsovics. És van még hátra a meccsből. Hihetetlen szélviharral érkezett az eső. Leesik a labda középen. Röpködnek a papírok a levegőben. Sokan menekülnek a pályáról. De egyelőre nem villámlik, úgyhogy elméletileg csak a körülmények kicsi irreálissá váltak. Hátul látszik, hogy dőlnek fel a reklámtáblák. Jó, hát nem a világ legmodernebb reklámtáblái, de akkor is.
Szomália. Csukić. Csukić nem tudom, mit gondolt. Azt, hogy majd Böde beindul, de hát ebben a szélviharban fölemelni a labdát, az azt jelenti, hogy senki nem tudja, hogy hol fog leesni. Zacskók, papír, falevelek, minden röpül a levegőben. Jöhet a negyedik videóton szöglet. Hihetetlen, micsoda ítéletidő kerekedett. A Fradi tábor és a Videoton tábor sok néző főlelátókról, és a játékvezető az öltözőbe rendeli a csapatokat. Olyan iszonyatos szélvihar kerekedett. Nem is az eső a borzasztó, bár az is elég rendesen esik, de egyszerűen olyan szél van, hogy az veszélyes lehet. Csapódik minden, és mindenkit az öltözőbe rendel a játékvezető. 10 perccel a mérkőzés rendes játékidének a vége előtt. Hogy mikor lehet majd folytatni a meccset, az természetesen erős kérdés. Nyilvánvalóan nem tudok rá választ adni, de egészen elképesztő ítéletidő kerekedett. Ebből a képből, általában a televízióban rosszul látszik, hogy mekkora eső van, de ott a fény a lámpánál látszott, a szöglet zászlót viszi a szél, a Fradi tábor meg a Videoton tábor, a kemény mag most is kemény mind a két oldalon, hihetetlen eső. Mi egy ilyen fedél alatt ülünk egyébként, elég nagy fedél alatt, de ide is bever a víz, mert olyan nagy a szél. 2-1-es Ferencváros vezetésnél félbeszakította tehát a játékvezető a mérkőzés. Az biztos, hogy ha az idő alábbhagy, a szél alábbhagy és az eső alábbhagy, akkor folytatni kell majd és lehet majd a mérkőzést innen. Tehát egyelőre ugye újrajátszásról nyilván ne beszéljünk. De akkor a szél van, hogy például egy a mentőautóra rádölt az egyik mozgatható kapu, a tartalék kapu egész pontosan. Nem, mint olyan nagyon összedőlt volna a mentőautó, de megpróbálják a mentőautót kihámozni a kapu falról. Közben nézzük a gólokat, hogy a 6. percben Józsi György 11-esével szerzett vezetést a Ferencváros. Caneira kezezett szándékosan a 16-oson belül. A mentősöket is próbálják menteni, illetőleg valahova hívni. Az egyik biztonsági ember közben megsérült, őt támogatják. Nem tudom, hogy mi történt vele. Minden esetre nagyon rosszul van az egyik biztonsági ember, és hívták hozzá a mentősöket. Nikolić egyenlítő gólja volt 11-esből, itt pedig Böde, aki megszerezte ismét a vezetést a Ferencvárosnak. Ezzel a 3 góllal tehát 2-1 az állás, 10 perccel a rendes játékidő vége előtt. A vendég Ferencváros javára, itt van a mentőautó, aminek nekidőlt a kapufa. Ez ugye könnyű alumínium kapufa, de ettől a mentőautónak különösebb baja nem lesz. Reméljük azonban, hogy a biztonsági ember, akit betámogattak az öltözőbe két mentős kíséretében, vele nincs komoly baj. Ugye mindent visz a szél, minden repked a levegőben. Kérdés, hogy mitől sérült meg ez a szegény ember. Egyre több néző próbál menekülni, illetőleg fölborult az egyik kispadnak a közepe, azt is földöntötte a szél. Iszonyatos erővel fúj a szél, és ezekből a képekből is látszik, hogy milyen ítéletidő van itt Székesfehérváron, egy pillanat alatt kirobbant a vihar. Reméljük, hogy hamar eláll, addig a szó a stúdióé. 10 perccel a vége előtt óriási vihar és zivatar ért tehát Székesfehérvárra, így egy pillanatra azért most megszakadt a mérkőzés. Belátható időn belül folytatódik tehát a Videoton Ferencváros mérkőzés. 2-1-re vezet a Fradi. Dragoner Attilával néztük a mérkőzést eddig, és reméljük az utolsó 10 percet is. Mit szólsz? Nem láttam még ilyet, megmondom őszintén, de ahogy lehet látni, a reklámtáblák fölborultak, nem irigylem a szurkolókat. Volt esemény azért a pályán is, hiszen 2-1-re vezet a Ferencváros, és azért sok mindent láttunk az első fél időben és a második fél időben eddig 35 perc alatt. Az azért látványos, hogy a Videoton védelme elég ingatag, és a Fradi pedig bátran játszik, ahogy prognosztizáltad. Igen, a második fél időt is úgy kezdte a Fradi, hogy ott a Józsi Gyűrűnek volt egy lehetősége, és utána volt egy 10 perc, 4 óra, hogy csörgedezett a mérkőzés, és utána a fehérvári gól után, és előtt is már a Fradinak azért több lehetősége volt, de főleg a gól után még bátrabban támadott a Fradi, és végül is egy pici szerencsével egy megpattanó lövésbe akadt, de előtte úgy gondolom, hogy a Szomália révén és a Böde Dani révén is már vezethetett volna Fradi. Paulus Hoza behozta azokat a játékosokat, akiket talán a kezdőbe vártuk, ugye Nikolićot, Oliveirát, Sándor György még nem lépett pályára, róla nem tudjuk, hogy mi a helyzet, hiszen a kezdőcsapatban volt jelölve. Lehet, hogy hiba volt nem játszatni a kulcsembereket? De én úgy gondolom, hogy ez a
a videóton és a videóton vezető edzőjének a dolga, hogy eldöntse, hogy kit, mikor küld a pályára. Úgyhogy én szerintem ez az ő magánügyük, az viszont látszik, hogy a Fradi elhiszi azt, hogy az elvégzett munkának meg lehet a gyümölcse, és látszik is, és ez egy jó visszajelzés mind a szurkolóknak, mind a játékosoknak, hogy ezen az úton kell haladni. Amíg tart a vihar, van időnk megnézni az eddigi legérdekesebb eseményeket. Kezdjük már is a Ferencváros vezető góljával. Az első félidő 6. percében, ugye itt Kanéra hibázott, kezezés miatt büntetőt ítélt a játékvezető jogosan, amelyet Józsi György gólra váltott. Már azért itt látszott, hogy a Fradi nem feltett kézzel lép pályára. Igen, azt az elején is beszéltük, és én úgy éreztem, hogy vannak ebben a mérkőzésben gólok, hiszen mind a két oldalon vannak olyan játékosok, akik meg tudnak villanni, ha nem is 11-esből gondoltam, de helyzeteket kidolgozott mind a két csapat, főleg a Fradi tudott a vezetés után több helyzetet kidolgozni, hiszen nagyobb területe volt arra, hogy támadjon. Józsi Györgyöt ugye, mint lehetséges főszereplőt bemutattunk a mérkőzés előtt, itt pedig a második félidő elején Mitrovics feszélyes szabadrúgása, az oldalháló mentette meg a Fradit. Bement volna, ha Jován múlik? Hogy látod? Én azt szoktam mondani, hogy ha az nem játszik a futballba, de ki tudja. Itt volt az a megint szélen vezetett Fradi támadás, ahol visszapattant a Józsi Gyuri a labda, és ha itt 10 méterről eltalálja a kaput, akkor ez szerintem gól. Az ő nagy meccse lehetett volna, ugye? Bár így is azért az egyik főszereplő. Az egyik főszereplő, de van még hátra 10 perc, úgyhogy itt a Fradinak nagyon koncentráltnak kell lennie, hogy ne csúszson ki a kezéből a győzelem. De mindjárt következik az egyik Szomália-Bozsovics párharc. Itt akár eldönthette volna Szomália a mérkőzést, ugyanakkor kicsit ki volt sodródva, azért ezt láthattuk. Hát ha nem is eldönthette volna a mérkőzést, de azért úgy gondolom, hogy a Fradinak ez egy nagy lépés lett volna a győzelem felé. De ezen kívül is volt a Szomáliának egy-két nagyon jó ütembe belépése a védők közé. Egyszer fantasztikusat mentett a videóton védelme. Aztán itt a másik 11-es, Paraiba szépen lerázta Kleint, hát az is egyértelmű, azt hiszem. Igen, jó befutott üres területbe a videóton támadója, és utána be tudott fordulni. Utána kellett nyúlni a Kleinnek, vagy ilyenkor nagyobb baj, ha elengedi a védő? Hogy látod? Ezt innen messziről nem. Nagyon nehéz a stúdióból okoskodni, hogy mit kellett volna tenni. Utána nyúlni, nem utána nyúlni. Lehet, hogy bentről jött volna valaki segíteni, ezt már ugyancsak a 6 kategória, ami így van, ami nem létezik. Igen. Ugye a labdarúgásban. Nikolic beállt és már is egyenlített. Igen, maga biztosan rúgta a büntetőt. Itt azt érezhettük talán, hogy az utolsó 20 perc meleg lehet a Ferencvárosnak, és aztán mégsem az lett, ami azt bizonyította, hogy tényleg a Fradi támadott azért eddig is. És igen, itt benne volt a mérkőzésben, hogy ez lesz a fordulópont. De végül is nem ez volt, ez még hanem az, hogy a Fradi még továbbra is bátor maradt, és elhitte, hogy tud nyerni. Hát itt néztük a visszajátszást is, ugye megpattant a lövés, Böde lövése, de hát nem tudom, Bozsovics most igazából ennyire megzavarta volna a megpattanó labda, vagy pedig igazából nem találta a helyét. Nagyon furcsán reagálta a fehérvári kapus a labdára. Igazából az mindig szoktam mondani, hogy egy kapusposzt teljesen más, tehát ott egy koncentráció jóval nagyobbnak kell lenni, mert egy pillanat alatt veszélybe kerülhet, hiszen az utolsó ember. Itt gondolom eldöntötte, hogy vetődik, és abba a mozdulatsorban már nem tudott visszalépni. Igen. Igen. Hát nagyon kellemetlen ez a kapusnak, hogy... Böde Dániel is hétről hétre azért egyre jobb formába kerül. Megtalálta a góllövő cipőjét is, hiszen a Diósgyőr ellen is eredményes volt. Igen, amikor a Danival pár szót váltottam, akkor nagyon készült arra, hogy minél jobban ki tudja szolgálni mind a klubot, mint a szurkolókat, és most eljött az ő ideje, hiszen volt, amikor középcsatár volt, amikor irányító középpályás,
és ez a két poszt közül most hál' Istennek mindegy, hogy hol játszik, mert jönnek a gólok. Hát ő nem az a klasszikus befejező csatár, igen, de most látszott több megmozdulásából is, hogy Szomáliát indította, hogy most talán megtalálta a helyét, és ez jót tesz a Ferencvárosnak. Igen, kilép a védőfalból, és így rá tud fordulni a videóton védelmére, vagy be tudja indítani az üres területbe beinduló két szélsőt. A csereként beállt Orosz Márknak is volt egy jó lövése, amit Bozsovics védett, és ez is mutatta, hogy hát elmert előni 30-32 méterről, tehát ilyenkor azért gondolom felszabadulnak már a gátlások, ha volt is egyáltalán a zöldfehérekben bármilyen gátlás, most már mernek lőni, és érezhető azért, hogy a Fradi kezében tartja a mérkőzést. Az Orosz Márkra kitérve benne van az a jó értelemben vett zsiványság, amit több mérkőzésen már bemutatott, és bátorság, tehát nincs még megilletődve. Úgyhogy most is bejött, és próbálja szolgálni a társakat, meg egyértelműen arra törekszik, hogy gólt készítsen elő, vagy gólt lőjön. Most kaptam az információt kollégáimtól, hogy körülbelül 10 perc múlva ismét játék lesz a Sóstói stadionban, videóton Ferencváros 1-2, de nézzük meg most, hogy mi történt eddig a 10. fordulóban az OTP Bank Ligában. A Honvéd Pécs mérkőzéssel kezdünk. Bár a fehérmezes Pécs a bajnokság folyamán eddig nem kápráztatta el a szurkolóit, idegenben meglehetősen jól szerepel, és ezt Kispesten is bizonyította. Grumics passzát követően Okoronkó már a 9. percben vezetést szerzett a mecsekaljai együttesnek, amelyet a korábbi honvédedző Subka Attila irányít. A fővárosi csapat nem talált fogást ellenfelén, amikor pedig a második félidő elején Barát Botond alattomos szabálytalansága után piros lapot kapott, tovább romlottak a hazai együttes esélyei. A pécsiek Bajzát Péter révén növelhették volna előnyüket, a rutinos csatár azonban rossz megoldást választott. Az eredmény már nem változott, a 10. forduló nyitó mérkőzésén Budapest Honvéd Pécs 0-1. Diósgyőri rohamokkal indult a mérkőzés, de Szejdi beadása után sem Elek Ákos, sem Fernando nem tudott élni az óriási lehetőséggel. A vendégek itt még fellélegezhettek, de a 10. percben biztosan elakadt a szavuk. Jó 30 méterre a kaputól jutott ugyanis szabadrugáshoz a DVTK, amelyből Tisza Tibor mesteri módon szerezte meg a vezetést. A folytatásban már a kékfehérek is rákapcsoltak, és a 39. percben egy ritkán látható tömegjelenet után egyenlítettek is. Kanta passza után Vadász Viktor piros lapot, míg az MTK 11-est kapott, a büntetőt pedig Kanta magabiztosan váltotta gólra. Fordulás után Elek Ákos ezúttal már jól érkezett Szejdi beadására. Így a 66. percben emberhátrányból szereztek újabb találatot a miskolciak, amivel 2-1-re meg is nyerték a találkozót. Nem volt szerencsés a péntek a fővárosi csapatoknak, Dragoner Attilával láttuk most a Honvéd Pécs 0-1, illetve a Diósgyőr MTK 2-1-es mérkőzés összefoglalóját. Ugye a Honvéd jól kezdett, mostanában egy picit bukdácsol, illetve az MTK is jól kezdett, és egy picit bukdácsol. Hogy látod ezt a két meccset? Én úgy látom, hogy volt a pécsi csapatnak jó pár olyan mérkőzése, ahol nem érdemelt vereséget, mégis kikapott a csapat. És ilyen szép az élő adás, hogy most kezdik újra a mérkőzést, folytatják a mérkőzést, Gundel Takács Gábor ilyen szó. Köszönöm szépen, a szurkolók kint tartottak a lelátón, aztán kiabáltak, hogy gyertek, és ki is jöttek a csapatok, úgyhogy most jöhet a folytatás. Tehát videóton szöglet, amikor 10 perc van még hátra a rendes játékidőből, alább hagyott a szél, és talán mintha teljesen el is állt volna közben az eső, nyilván még csöpörög, még szemerkél. Az a kérdés, hogy mennyire lett mély a pálya talaja. Nyilvánvalóan mind a két edző kihasználta a lehetőséget, hogy az utolsó 10 percre még összekapja a csapatát. 2-1-es Ferencváros vezetés tehát. Egyelőre itt a stadionban az eredményjelzőn nem mutatják a hátralévő mérkőzés időt, de 18 óra 25 perc van, amikor elkezdődött, a mi óránk az működik, tehát azon lehet látni, és tulajdonképpen ez a lényeg. Jova simán fogta ezt a beívelést. 2-1 tehát a Fradi javára, és a videótonnak 10 perce plusz a hosszabbítás van hátra. Ugye láttuk korábban, hogy még Paulo Sousa is mérte, hogy mennyit állt az óra egy ápolásnál, Jenner ápolásánál. Lophat a Fradi a Videoton tér felén. Ahogy jött, gyakorlatilag úgy el is megy a vihar. Pillanatok alatt végig söpört itt a Sóstói stadion környékén. Eseget még, meg fúj a szél, de hát lehet játszani, csak néhol tócsa van a pályán, ez bezavarhat. Ferencvárosi szöglet, 4-4, illetve 4-3 a szöglet aránya Fradi javára. Bozsovics rendezkedik,
Orosz Márk megy ki, hogy elvégezze a szögletet. Ott már bőven kint volt a labda. Orosz szöglete élesen a kapu elé. Újabb szöglet, így van. 5-3 a szöglet aránya Ferencvárosi a vára, meglepő módon, pedig sokkal többet birtokolta a labdát a videóton. Kicsit arrébb kell állítani a labdát, persze, hadd menjen az idő. Megint élesen Bozsovic csak bele nyúlni tud, elég veszélyes volt, mert lepattad a labda, pontot egy tócsa volt. Ott megáll a labda, baj lehetett volna. Csukic harcol a labdáért, Kovács sem tudja lerántani, Csukic, Szomália gurítja vissza, nem jól, pont Mitrovicsnak gurította. Érdekes, hogy a Videoton egyenlítő gólja után a Fradi játszik úgy, mint ahogy a Videotonnak kéne. Mint hogyha a Fradinak lenne mindenféleképpen szüksége a három pontra, nem tudja, ne lenne szükségük, de hát azért a Videotonnak hazai pályán Szomália és Böde labdázgat, Józsit is bevonják, Orosz. Ezért látszik a lábak alatt, hogy fölfröccsen a víz. Hogy hirtelen nagyon sok víz került a pályára, és ez megnehezíti a játékot. Orosz higgadtan és okosan forgolódik, Böde. Nikolic Mitrovic megszerzi a labdát a hazai csapat. Kovács teszi combbal maga elé, hosszan. Vesic rúgta vissza, rúgta föl, ánt a labdát. Csukic. Ügyes meglátás, Alempijevics a labdával. Alempijevics, Józsi, Böde, mögötte volt a labda, nem tudott ráfordulni, Böde még, Orosz. Orosz oldalháló. Érthetetlen, őszintén szólva, ami történik a meccsen. Kiegyenlített a Videoton, és 20 perccel a vége előtt, és mindenki azt gondolta, hogy na, akkor most a Videoton bedarálja a Fradit, de ezt képest azóta Ferencváros futballozik. Annyit nem támadtak az egész meccsen, mint az egyenlítő gól óta. A vendégek. Csukic, Józsi. Megint átjátszák a Videoton védelmét. Szomália kicsit kisodródik, mert rosszul volt a labda. Egyszerűen nincs a Videotonnál a labda. Kovács. Kovács, dobhat a Ferencváros. Alempijevics. A Ferencvárosi dobás. Szomália sarokban próbálja húzni az időt és fedezni a labdát. Szabad rúgás, de kinek? Szomália kidőlt a pályáról, az biztos. Az asszisztens próbál rendet csinálni, nagy kakaskodásot, miközben az ismétlést látjuk. Szomália még mindig ott fekszik. Nem elég a vihar, nem elég az... Minden baj, de most még kakaskodás is van a pályán, rendet kell csinálni, Bozsovic meg oda megy, hogy Szomáliát meggyógyítsa, az asszisztens szól Bozsovicnak, hogy ez egészen biztos nem az ő dolga. Feketébe különben se gyógyítgasson. Szomália közben feltámad, igaz, kicsit sántikál a látszat kedvéért, minden esetre kiharcolt egy szabad rúgást a Ferencváros javára. Mitrovic a közeli képen. Szöglettel felérő szabadrúgás. Jön a labda a rövid sarok felé, kié lesz. Újabb szöglet. Gyors egymás után van a harmadik Fradi szöglet, most már 6-3 a szöglet arány. Hát nem volt könnyű ezt megállapítani, hogy kipörgült fel a labda, kitért utoljára. Bozsovic! Veszélyesen vágódott a kapura labda, egy kicsit a kapus kijebb is volt a kelleténél. Mitrovic szerzi meg a labdát, Kovács. Csak bedobás, nem sikerült indítani. Jól zárt Gyömbér. Brácsi. Itthon vagyunk, kiabálja a Fradi tábor. És a Ferencváros vezet 2-1-re. Ezt támasztja alá, ezt a szöveget. Hector Sánchez.
Csak így szerez labdát. Nagy baj lehet a Videótonnál, mert nem látom Paulo Sousát, aki mindig ott szokott állni a technikai zóna sarkában, és csak a padon ül, és ha ő ül, akkor az nem sok jót jelent. És döbbenetesen, mióta visszajöttek, azóta egyszerűen nincs a Videótonnál a labda. Tehát játszik a Fradi, mintha az teljesen magától értetődő lenne, hogy ők Fehérváron ennyivel jobbak a Videótonnál. Óha, Halepijevicshez egy sárgát kéne, hogy kapjon. Nem figyelt a játékvezető, Böde próbált csúsztatni, de nem nagyon sikerült. Szomália leteszi, Józsi lövése levágódik. Klein, hú, a Klein becsapta a labda. Klein mehet tovább, mindig ott a lehetőség. Oliveira, és Besics elhozza. Paraiba volt az, aki lefutott a Klein. Klein ezt csúnyán benézte, nyilván ebben azért a kavargó szél is benne volt. Átment Klein fölött, átpattant Klein fölött a labda, és Paraiba majdnem el tudott menni vele. Nézzük csak. Hát, kérem szépen, ez második sárgalap és kiállítás. Kleinek ugye van már egy sárgája, köze nem volt a labdához Kleinek. A lassítás eléggé perdöntőnek látszott. Nikolic. Mitrovic elől, Józsi önfeláldozóan. Gyorsan elvégzi a bedobást a Videóton. Vinicius hátra Bozsovicsnak. Nikolic elé, megpattan a labda, nagyot ugrik a vizes füvön. Jova pedig kiengedi. Nikolic megy neki segíteni, hogy sikerül gyorsabban elvégezni a kapus kirugást. Jovának nem szabad nagyon húzni az időt, mert egy sárgája már van. Lenyomja a szél a labdát, Szomália. Öde és Oliveira. Oliveira berúgja üres területre, jön Jova, övé a labda, hosszú volt Paraibának. Klein. Klein rossz helyre, 3 perc lesz a hosszabbítás. Ricardo Moniz örjön, hogy milyen hülyeséget csinálnak a játékosai. Rácsi. Orosz. Kovács szereli. Nikolic. Oliveira, Oliveira távolról, többen is beleértek, de nem megy ki a labda, Jova begyűjti. Jova. Orosz érkezik vissza a labdáért, de nem tudják megtartani, Kovács István, Gyurcsó. Caneira húzódott előre, Caneira belövi a labdát, ott a másik oldal is Jovába lövi Oliveira. Óriásit véd Jova térdel, de ehhez az is kellett, hogy Oliveira középre lője ezt a labdát. Óriási egyenlítési lehetőséget hagyott ki a Videóton. 4. hazai szöglet a meccsen. A 90. perc végén, de lesz még 3 perc hosszabbítás. Elrúgja Böde, Hector Sánchez, Mitrovic, Bracsi. És van még csere lehetőség a Ferencvárosnak, ezt ki is fogják használni, otten készülődik. Oliveira, Alempievics. 3 perces hosszabbítás tehát, ami már meg is kezdődött. Hector Sánchez. Hector Sánchez beadása, Viniciust megelőzi Schwab. Szöglet. Paulo Sousa ilyenkor már sokat nem tud hozzátenni, csak azt nem értem, hogy miért csak most játszik ilyen tempóval a Videóton. Mérkőzés nagy részében felekkora sebességgel futballoztak. Caneira. Huha. Senki nem ért hozzá. Böde helyén jön majd. Otten. De még egyelőre ez nem történik meg, csak Böde készülődik. Itt van ez az óriási egyenlítési lehetőség. Kicsit higgadtabb Oliveira, akkor ez gól.
Paneira. Nem túl jó helyre, Alepjevic. Kovács ment zavarni, Böde. Böde dekázgat egy kicsit. Tud Szomália, jön Bozsovics, begurul a labda 16-oson belőre, onnantól kezdve már a kapus az úr. Caneira. Brácsi. Föl a labdát előre. Oha, ez így rossz csúsztatás. Jova és Paraiba. Jova elboxolja a labdát, aztán elfejeli a labdát Jova Leventétől. Ez szép megoldás volt. És csere. A legjobbkor jött a csere, mert most a videót, hogy gyorsan elvégezte volna a bedobást. 93-as meg 13-as mutat a negyedik játékvezetője, de ez 3-as, 13-as valójában, ottán 3-as, Böde 13-as. Böde széllel szemben nagyon lassan tud leszaladni a pályáról. Biztatja egy kicsit a Fradi tábort is, Böde Dániel, mint friss fradista, első éves fradista. Otten érkezik tehát. Videóton bedobás, fél perc, meg amennyit még esetleg a játékvezető ráhúz a csere miatt. Szomália küzd Mitrovicsal, de kint van a labda. Dob a videóton. Hector Sánchez előre. Nem sikerült igazán jól eltalálni a labdát, de a veszélyes zónából kihullik. A videóton kispadjánál hullik le a labda. Most már letelt a 3 perc is ebben a pillanatban. De még enged Iványi, hiszen ugye cserélt a Fradi. És azt gondolja, hogy akkor még ráhúz egy kicsit a kezében, a szájában most már a síp, és itt a vége, a Ferencváros óriási meglepetésre győzni tud abban a sóstói stadionban, ahol pár nappal korábban a Sporting Lisszabon 3-0-ás vereséget szenvedett. A videóton nagyon sokáig nem találta a saját játékát, nem volt meg a játék tempója, eléggé sok csere volt ugye a Sporting elleni meccshez képest, csak 5 játékos maradt, elől bedobta több között Harasztit, kipróbálta Paraibát is, Kovács István is végig a pályán volt, szóval új emberekben, fiatal játékosokban próbált bízni Paulo Sousa, és tulajdonképpen annak ellenére, hogy nem volt meg végig igazán a videótól játéka, a 11-es az egyenlítő gól után benne volt a meccsben, hogy esetleg meghúzhatják ezt a meccset. Érdekes mondom, Paulo Sousa bement a pályára, és Bozsovicsal beszél, és még mindig Bozsovicsal beszél, és nagyon mutogat neki. Valami nem tetszik, még mindig mondja a magáét, ott van. Miért pont Bozsovicsal, nem tudom. Szerintem a győztes gólban azért... Hát én annyiban nem hibáztatnám Bozsovicsot, hogy valaki, még az a Hector Sánchez beleért abba a lövésbe. De hát kérdés, hogy Paula Sousa hogy látta és hogy fogja majd látni. A Fradi tábor örülhet igazán, és a ferencvárosiak kimennek oda, hogy együtt tudjanak ünnepelni. Ez mindenféleképpen bravúr volt, hogy a bajnokság egyik legjobb csapatát az EL-ben is jól haladó videótont le tudták győzni Fehérváron. Nagyon, nagyon taktikusan éretten játszott a Ferencváros ezen a mérkőzésen. Nagyon tudatosan Ricardo Moniz nagyon kitalálta, hogy mit csináljanak, és ezt elég jól végre is hajtották. És igazság szerint egy-egy után, hogy nem a videóton kezébe került a mérkőzés irányítása, hanem inkább a Ferencvárosnak voltak helyzetei, az egy nagyon érdekes dolog volt. Az utolsó pillanatokban persze aztán a videótonnak is volt lehetősége. Jó, a nagyot védett Oliveira közeli lövésénél. Ricardo Moniz még kint van a pályán, Paulo Sousa bement az öltözőbe, úgyhogy az interjúkra egy kicsit várnunk kell. Stúdió. A magyar futballmérkőzések közvetítését az Elmué Másztársaság csoport támogatja. Ami nem sikerült a lisszaboni zöldeknek, az sikerült a ferencvárosi zöldeknek nyerni a sóstói stadionban. Videóton Ferencváros 1-2, Dragoner Attilának hogy tetszett? Ugye megbeszéltük már, mit láttunk eddig a mérkőzésen, de az utolsó 10 plusz 3-4 percben nem nagyon változott a meccsképe. Igaz volt egy videóton zicser itt a leges-leges legvégén. Igen, az egész mérkőzés összképe alapján úgy gondolom a Fradi megérdemelten nyert. Ahogy említette, itt a végén volt azért egy labdája a videótonnak az egyenlítéshez, amit a Levi kivédett. Jó mérkőzést láttunk, egy-egy rövid időszaktól eltekintve élvezetes volt a mérkőzés.
sokatszor mondom, hogy amit te is említetted, hogy bátran játszott a Ferencváros. Ez a típusú játék azért tetszik a szurkolóknak is, gondolom, és ha esetleg rosszat gondoltak eddig Ricardo Monizról bemutatkozása kapcsán, akkor most ilyen típusú játékot azért elviselnének, és ilyen játékkal azért előrébb lehet kerülni bőven. Igen, egyértelmű az a cél, hogy előrébb kerüljön a csapat. Jó taktikát választotta a mester, és a játékosokat ezt kivitelezni tudták, ez nagyon fontos volt. A másik, amit meg szeretnék említeni, hogy büszke lehet most a ferencvárosi tábor a csapatára, és a csapat is a szurkolókra, akik ez a viharba is kitartottak végig mellettük. Akkor másik vezetőedzőről is beszéljünk, Paulo Sousa leült a kispadra itt a végén, lehet, hogy érezte, hogy ez már nem lehet meg? Én ezt nem gondolom, egy edző, aki harcba küldi ilyet a csapatát. Ilyet nem szoktunk meg tőle, na, igazából. Igen, most ez egy újabb arca volt. És az, ahhoz mit szólsz, hogy láttál-e már ilyen vihart, hogy gyakorlatilag teljesen kiszámíthatatlan ívben jöttek-mentek a labdák. Itt Kleinnek ugye kellett egyet mentenie, nem tudom, hogy most piros lapos volt-e, de hogy látod ezt? Igen, a nagyon megtréfált a játékosokat, mind a pályatalaja, mind főleg ez a viharos szél. És ott van már a pálya szélén Mencer Tamás kollégám mellett, Ricardo Moniz, a győztes csapatmestere. Így igaz, köszönöm szépen, itt van Ricardo Moniz, akinek gratulálok, és azt kérdezem tőle, hogy a nagy harc és a változatos mérkőzés után mit gondol. Herr Moniz, is gratulíre innen. Das war ein sehr großer Kampf, taktischer Kampf und Kampf der Emotionen. Sind Sie zufrieden, denke ich? Was denken Sie über das Spiel? Na, ich denke, dass du ein unglaublich Erfolgserlebnis hast heute gegen einen fantastischen Gegner. Haben wir letzte Donnerstag noch gesehen, Sporting Lissabon 3-0 geschlagen. Und ja, für uns war nach Halladas, die Ausschaltung in der Ungarn Cup, das Spiel letzte Woche nennt. Und heute natürlich von essentiell Belang. Wir haben 6 Punkte geholt und darum können wir die Anschluss behalten mit ja, der Spitze 6 ungefähr. Das ist unsere Ambition. Azt mondja a Ferencváros vezetőedzője, hogy egy egészen hihetetlen győzelmet arattak egy nagyon jó ellenfélel szemben, aki látható, hogy a Sporting ellen milyen jól futballozott. Most tudtak nyerni az előző fordulóban is, illetve most ez már 6 pont, nagyjából a 6. hely köré érhetnek oda is, hát a céljaikat szeretnék megvalósítani a továbbiakban. No, eine Frage, Böde Dánielről szeretném kérdezni, aki ugye a győztes gólt szerezte. Böde, hát denk ich nicht so gut gespielt, aber Ihre Meinung ist wichtige, aber die wichtigste Tor geschossen. Was denken Sie, Böde Dánielről? Ja, das ist ein Kompliment, wenn Sie denken, dass er nicht gut gespielt hat. Wir erwarten viel von ihm. Oh, sie sind froh. Aber du weißt, dass er immer, jeden Moment, das Unterschied machen kannst. Und das ist seine extra Qualität. Wir haben viel eingerichtet auf ihn, muss ich sagen. Und er war am Anfang physisch nicht stark. Er ist jetzt von jeder Woche physisch stark. Und du siehst, du kannst ihn eigentlich nicht ausschalten. Danke schön, Moniz, gratuliere noch einmal. A Böde Dánielről kérdeztem a Ferencváros vezetőedzőt, azt merte megjegyezni, talán nem futballozott olyan jól, de a döntő gólt szerezte, amire azt mondta Ricardo Moniz, hogy valóban az a fontos Böde Dániel kapcsolatban, hogy olyan képességei vannak, hogy egy adott pillanatban eldöntheti a mérkőzést. Ez ma sikerült, amikor a Fradihoz került, fizikálisan nem volt túl jó állapotban, sokat foglalkoznak vele, és ma ebben a gólban látszott is az eredménye. Paulo Sousát egyelőre várjuk, úgyhogy stúdió.